Sziasztok, én Enderman Botti vagyok, és ebben a videóban bemutatom az önvezető buszomat, és azt, hogy ezt hogyan csináltam meg. Szóval itt vagyok a buszban. Hát igen, ez így néz ki, a kerekei elég szerencsétlenül állnak, mert eredetileg ezt egy háromajtós buszra terveztem, csak aztán kettő lett belőle. Ez ilyen szerencsétlenül hülyén néznek ki a kerekei. És hát azért nem olyan stabil, ezért kellett beleraknom stabilizátort is. De hát most lényegtelen. Annyi a lényeg, hogy önvezető. Nincsen itt a pilóta fülke, ami ugye így szokott lenni a igazi buszokban. De hát igazából, hogyha ezt a gombot megnyomom, akkor elindul. Lezárulnak az ajtók, és már megy. És amúgy elég gyorsan megy. Lehet, hogy most nem tűnik gyorsnak, de ennyi idő alatt ilyen messzire eljutottam a bázistól, ami azért nem semmi. És hát ugye lerakom a liftre, akkor automatikusan kinyílnak az ajtók, hogy be kelljen szállni, és utána bezárni az ajtókat, és már megy is. Hát igen, elég nehéz egy electric engine-nek ezt vinnie, mert hát egy tömör vasdarab. De most megmutatom a mechanikáját, azt, hogy oké. Szóval most megmutatom a mechanikáját, hogy ezt hogyan építettem meg. Ehhez építek egy alapkocsit, nem lesz semmi extra. Jó, szóval az alapkocsi az kész is van, de raktam neki egy kis ajtót. Én szeretem kifesteni a csapágyas részeket más színűre, mert akkor látom, hogy mi milyen, de ez persze csak addig, amíg vázlat és nincs kész. Ezt a kocsit meg úgyse akarom megtartani, szóval most miért ne. Akkor el is kezdem a logikáját. Kell hozzá logic gate, timer és hol van? Controller. Igen, ez a három cucc kell hozzá. Az első az, hogy lerakok egy logic gate-et, ami NAND, és azt meg belekötöm egy kontrollerbe, ami megy az ajtóba. Vagy ugye automatikusan kinyíljon az ajtó, amikor lerakom a liftről. Most még azért nincs kinyílva, mert még nem kötöttem bele semmit, szóval nincs mit érzékelni. Akkor a switch-et azt bekötöm egy timerbe, ami megy ebbe a logic gate-be. És akkor már is kinyílik. A timert azt mondjuk 2 másodpercre rakom, mert az úgy jó. Aztán kell egy jelző, mondjuk Toad Bothead, vagy egy Duda is lehet, most legyen Duda. És szerintem legyen majd. Jó, legyen ez a hang. Az újabb verziókban tudom, ezt már nem lehet, az én visszajöttem ebbe a verzióba, mert szerintem ez a verzió, amíg régebben volt, az sokkal átláthatóbb, mint az új. De hát persze ennek is vannak hátrányai. Akkor kell egy logic gate, ami jó, csak közben itt elfelejtettem a mechanikát, ez egy AND gate, és a timer meg a switch van bele kapcsolva, ez meg megy ebbe a motorba, szóval most már, hogyha a motort bekötném, akkor elvileg ennek el kéne indulnia, hogyha bezárulnak az ajtók. Igen, ez megy is, csak az egyik kerék rossz irányba forog, az jó. Az jó. Az jó, és az is jó, akkor nem tudom mi a baj, lehet, hogy kicsit gyors. Igen, most már elindul. És hát igen, szóval a timert, azt belekötöm egy logic gate-be, ami NAND, nem NAND. XOR gate, igen. Timert és a kapcsolót belekötöm egy gate-be, az egy XOR-es gate, az pedig megy a dugába. Már miért csak ilyen végen dugál? Azt hittem tovább dugál, na mindegy. Oké. Akkor nem Dudát használok, hanem Toad Bothead-et, tehát az is jó. És akkor így most már, ha bezárultak az ajtók, akkor el is indul.
fejbe lehetne venni a hangerőt, hogy lehessen is hallani. Na itt. Akkor most ezzel megfordulok. Ugye automatikusan kinyílnek az ajtók, megnyomom a gombot. Ez jelez nekem, és megy is. Valami ez szerintem ez bagos. Na így már jó. És hogyha kiszállok, akkor megnyomom a gombot, ez leáll, kinyílik az ajtó, és ki is szállhatok. Igazából nem nehéz a mechanika, csak meg kell érteni. Ezért hát ennyi kell hozzá. 3 Logic Gate, egy timer, meg egy kontroller. Ha tetszett a videó és szeretnétek még több mechanikát, akkor nyomjatok egy lájkot, 10 lájknál bemutatok egy másikat, na, egy ilyent. Megmutatom, hogy ezt hogyan kell megépíteni, ha ez a videó eléri a 10 lájkot. Viszont köszönöm a figyelmet, és sziasztok!